A nagy meleg miatt tehát előbb kezdik bizonyos szőlőfajták születelését Zalában is, ezzel pedig kezdetét veszi a borkészítés. Ennek az időszaknak a legjellemzőbb veszélyforrása a mustgáz, ami nem más, mint a must erjedése során keletkező széndioxid. A mustgáz a pincét alulról felfelé teríti meg, nagy mennyiségű jelenléte akár fulladásos halált is okozhat. A pincebalesetek egy kis odafigyeléssel megelőzhetők. Fontos, hogy a gazdák gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről, ha lehet, a hordókat pedig igyekezzenek nagy térben elszórva elhelyezni. A jól ismert gyertyás módszer helyesen alkalmazva életmentő is lehet. Az emberek azt gondolják, hogy a jól bevált régi gyertyás, úgynevezett gyertyás módszerrel kimutatható, hogy milyen mennyiségben van széndioxid a pincében. Azonban ezt a tévhitet el kell oszlatni, ugyanis a gyertyát nem magunk előtt kell a pincébe lehatolva tartani, hanem egy hosszú botra fölhelyezve lábmagasságban. Ezáltal már minél előbb kapunk arról valamilyen szintű visszajelzést, hogyha itt egy veszélyes koncentrációban van ez a széndioxid. Ugyanis abban a pillanatban, hogyha elalszik ez a gyertyalánk, minél gyorsabban hagyjuk el a pincét, mert bármikor is bekövetkezhetnek az előbb említett tünetek. És egyébként még ettől modernebb módszerek is vannak, már széndioxid mérőket lehet kapni a piaci forgalomban, amelyek nagyon kis koncentrációban is már figyelmeztetik a pincében lévő embereket a veszélyre.